Terrortámadást akart elkövetni a washingtoni Kapitólium ellen egy 20 éves ohiói férfi, aki az iszlám állam támogatója volt az interneten. Azt tervezte, csőbombákat robbant fel a kongresszusnál, a menekülő képviselőket pedig automata fegyverrel lövi le. Az FBI-nak azonban még a merénylet előtt sikerült letartóztatnia. Christopher Cornell vásárolt egy félautomata karabét és hozzá 600 lövedéket, amellyel a menekülő kormányzati személyeket akarta meggyilkolni. Semmi szokatlant nem vettem észre rajta, egyáltalán semmi nem utalt arra, hogy ilyesmire készült volna. Mondja a Cincinnati fegyverbolt tulajdonosa, akitől Cornell a puskát vásárolta. Cornell akkor került az FBI látókörébe, amikor elkezdett az iszlám államot támogató Twitter bejegyzéseket posztolni az interneten. A Rehil Marus, a Bajdak néven kommunikáló Cornell-el folyamatosan találkozott egy olyan FBI forrás, aki egy másik bűnügy miatt kényszerült együttműködni a nyomozókkal. Cornell a forrásnak azt mondta, ugyan nem kapott felhatalmazást az iszlám államtól merényletek végrehajtására, mégis meg akarta alapítani a terrorszervezet szövetséges amerikai csoportját. Cornell apja a BBC-nek elmondta, fia akkor tért át a muzulmán vallásra, amikor a gimnázium elvégzése után nem találta a helyét. Soha nem mutatta az erőszak jeleit, úgy értem mindig csendes volt és félénk, mondta az apa. Az FBI végül a fegyvervásárlás után csapott le a férfire, akinek Ohio-ban kell bíróság elé állnia.